kiállítás megnyitóra Szarvasról érkezett Csasztvan András, aki az Örökség Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke volt 2 évtizeden keresztül. Megbízatását Foltin Jolán után vette át. Szekszárdon láthatja a közönség azt a fotókiállítást, fotodokumentációt, amely Foltin Jolán Kossuth díjas koreográfusunk elsősorban táncos és alkotói munkájáról szól. Egy-két családi vonatkozású fotó is bekerült ebbe a kiállítási anyagba. Ami egy nagyon picit hiányzik, az az, hogy Foltin Jolánnak köszönhetjük gyakorlatilag azt, hogy Magyarországon szervezett formában indult el már a 80-as években a gyermeknéptánc mozgalom. Később ezt a vonalat nagyban segítette, vagy egy picit át is vette a művészetoktatás és a művészeti alapiskolák néptánc tagozatai. Tehát jó néhány ilyen dolog, sportarénás táncház találkozókat említettem, olyan felmenő rendszerű fesztiválok, amely a legjobban fölszerelt műfázak adtak helyet, ilyen volt például a szekszárdi, a százhalombattai, nehogy Isten a szarvasi vagy a kecskeméti híres agóra, pápa ifjúsági néptáncfesztivál, és sorolhatnám még, gyerekszóló táncfesztiválok, és hát továbbképzések, olyan továbbképzések, ahol 3 napos továbbképzésben foglalkoztunk egy adott tájegység táncanyagával, péntek déltől vasárnap délutánig, és hát nem volt ritka az, hogy 120-130 aktív pedagógus jött el egy-egy anyagra, akár a sárközi anyagra, vagy egy más végpontot említsem, mondjuk egy moldvai hétvégés továbbképzésre. Az úttörő mozgalom megszűnése után Foltin Jolán kezdeményezésére jött létre ez a szövetség, amely mára kiszélesedett, nem csak magyarországi, hanem kárpát-medencei egyesületté fejlődött. Jelenleg is több mint 200 csoportos tagja, és majd ugyanennyi egyéni tagja van, tehát el lehet képzelni, hogy Kárpát-medencében határon túli magyarság és magyarországi, magyar és nemzetiségi táncegyüttesek közel 400 érintett ebben a közösségben, és jó összetartozni. És akkor, amikor Foltin Joli utána átadta a stafétát, akkor gyakorlatilag az akkori elnökség vitte tovább az ő örökségét, az ő hagyatékát. Természetesen mindig igyekeztünk az idő kihívásaira reagálni. Bővültünk, fejlődtünk, együtt vagyunk, meg vagyunk. Matokné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Egyesület korábbi vezetője több évtizeden keresztül dolgozott együtt Foltin Jolánnal, akihez szoros barátság is fűzte. Őt kérdeztük, hogy milyen ember volt Foltin Jolán. Foltin Jolán egy fantasztikus ember volt. Olyan empatikus képességekkel rendelkezett, amilyen embert én nem is ismertem mást. Ez az empátia, ez mindenki irányában működött, de a gyerekek irányában is nagyon, és ez a képessége még társult egy hihetetlen erős emberismerettel. Pillanatok alatt fel tudta mérni az embereket, és tudott hozzájuk igazodni. Ez a gyerekek szempontjából fantasztikusan jó volt, mert ha elkezdett dolgozni a gyerekekkel, és mondjuk szereposztásra kitalált valamit, és elképzelt egy fizimiskájú gyermeket, akkor ő pillanatokat ki tudta választani, és mindig sikeresen választott. Tehát én csodáltam, hogy idegen környezetbe bemegy, leül a gyerekek közé, elkezd velük beszélgetni, nézi őket, kérdezgeti őket, válaszolnak rá, kicsit beszélget velük, és egyszerűen utána eldönti, hogy ő neki milyen karakter, melyik arc, melyik tekintet, milyen kisugárzású gyerek kell ahhoz a darabhoz. 1988-tól táncolja az Egyesület a számait egészen 2017-ig, 9 koreográfiát, ami egy ilyen kis táncszínházi művek készített nekünk,
és mellette három koreográfiáját pedig átadott, amit a Bihari Együttesnek készített, de nekünk is betanította. Tehát gyakorlatilag több generáción át, tehát 30 éven keresztül több generáción át ismertette meg a művészetét. És nagyon szerette mindenki, szigorú volt természetesen, úgy, mint ahogy szoktak lenni szoktam mondani, hogy a zsenik. Ők nem hétköznapi átlagos emberek, ő is ilyen volt, de abban a pillanatban fel tudta oldani, tehát ő lehet, hogy egy nagyot rikkantott valami miatt, de utána azonnal fel tudta oldani azt a feszültséget, ami keletkezett, és mindenki nagyon szerette. Kicsit tartottak is tőle a gyerekek, de ez azért is volt nagyszerű, mert volt adrenalin, amikor ő dolgozott, és át tudta ezt a fajta lendületet adni. Amellett óriási szíve volt. Nem csak a gyerekek irányába, hanem a pályatársa irányába is. Rögtön voltak reléi, amivel azonnal fogta, ha valakinek problémája volt, vagy látszott rajta, hogy gondjai vannak, akkor ő ahol csak tudott segített, de ezt úgy képzeljétek, hogy a pénzbeli segítségtől a lelki gondozáson át, tehát ő mindenre ráért, hogy ezt meg tudja tenni. Tehát én nagyon csodáltam, nagyon szerettem. A nőiséggel, nőiességgel és anyasággal rengeteget foglalkozott. Műveiben az a fajta érzékenység, lelkiség jelenik meg, amelyet képviselt. Életművén keresztül láthatóvá válik számunkra a szív és a szeretet ereje és határtalansága.